Egy olyan történettel szeretném kezdeni, amit még gyakorló orvos koromban tapasztaltam meg, és egy nagyon megdöbbentő és tanulságos történet volt. Egy középkorú úriember, egy családapa tért be a kórházba, akinél inzulindependens cukorbetegséget állapítottak meg. Kiderült, hogy neki mostantól inzulint kell szúrnia, és egy teljesen más életmódra kell átállni. Majd telt múlt az idő, és egyre rosszabb állapotba került ez az úriember. Nagyon rosszak voltak a vércukorértékei, különböző szövődmények jelentkeztek nála, és nem nagyon tudtuk, hogy mit kellene tenni. Egyre nehezebben látta el a munkáját, a családja is nehéz helyzetbe került. És eljutottunk egy olyan pontig, ahol a sok beszélgetés és végül egy háziorvosi akutügyeleti látogatás során is kiderült, hogy a hűtőszekrénybe több 100 000 forintnyi gyógyszer, főleg modern inzulin készítmények voltak felhalmozva, nem beszélve arról is, amit már előtte ki is dobott, és világossá vált az, hogy ez az úriember tulajdonképpen úgy gondolta, hogy neki akkor kell csak gyógyszert magához vennie, vagy inzulint szúrnia, amikor ő rosszul érzi magát, vagy úgy gondolja, hogy most ennek itt van az ideje. Ezt az embert elég hosszú küzdelem és edukáció során sikerült ebből kihúzni, és végül egy idézőjelben jó sztori lett a vége, de egy nagyon jó tanulság volt az, hogy ezeket a terápiákat, a modern terápiákat csak akkor tudjuk megfelelően hasznosítani társadalmi szinten, egyéni szinten, hogyha ezeket jól használjuk, és hogyha ezeket a gyógyszereket beveszik. A mai innovatív terápiák hozzáadott értéke, egészségnyeressége, gyógyító hatása nagyon-nagyon jelentős tud lenni, nagyon nagy hozzáadott értéke tud lenni, de nem akkor, hogyha az asztal szélére vagy a hűtőszekrénybe tesszük be, hanem akkor, hogyha ezeket a terápiákat megfelelő módon használjuk. Tehát csak és kizárólag a sikeres terápia az, ami valódi értéket adhat a betegnek, a finanszírozónak, és ugyanígy a gyógyszeripar, az innovatív gyógyszeripar érdeke is az, hogy ezek a terápiák a betegeknél sikeresek legyenek. Ugyanakkor ez sajnos nem egy egyedi történet, illetve nem csak Magyarországra, vagy a szegényebb közép-kelet-európai országokra, vagy rétegekre jellemző, hanem az egész világra, Európára, fejlett és fejletlen világra egyaránt jellemző az, hogy a betegek nem tudják tartani ezt a terápiát, a nonadherencia, a rossz perzisztencia, ez nagyon jelentős gyakorlatilag mindenhol az egész világon. A betegek 30-75%-a terápiától függően nem tartja be a terápiáját, tehát egy év múlva a betegek jelentős része vagy rosszul szedi a gyógyszert, vagy már abszolút nem is váltja ki ezt a terápiát. Ennek ezerféle oka lehet, de a végeredmény az, hogy mind egyéni szinten, mind pedig össztársadalmi szinten rendkívül jelentős az a nemzetgazdasági veszteség, amit így elszenvedünk. Az Európai Unió szintjén mintegy 125 milliárd euró az, amit így évente elveszítünk, illetve 200 000 emberi életbe kerül a terápiás nonadherencia. De a sikeres terápia nem csak érték, de közös érdekünk is. Egyértelmű, hogy a beteg gyógyulni akar. A beteg nem a terápiát szeretné, nem a gyógyszert szeretné, nem az életmódváltást szeretné. A beteg szeretne meggyógyulni, és a beteg szeretne újra egészséges lenni. Az orvosnak is ugyanez az érdeke, hogy meg tudja végre gyógyítani azt a beteget, hogy ne panaszkodjon állandóan a nyakán, hogy végre egy olyan terápiát találjon, ami a beteg elvárásainak megfelel, és őt meggyógyítja. És természetesen a sikeres terápia közös érdeke a finanszírozónak, illetve nekünk gyógyszergyártóknak is, hiszen a finanszírozó oldaláról az a feladat, hogy az egyébként szűkös erőforrásokat úgy tudja allokálni, hogy annak a végén minél nagyobb egészségnyereséget tudjon vásárolni. Tehát alapvető érdeke az, hogy amire ő pénzt ad, abból valódi gyógyult beteg vagy jó karbantartott betegség legyen. Nekünk pedig gyógyszergyártóknak ugyanígy van egy finanszírozói oldalunk, hiszen mi is kb. 60 milliárd forint gyártói befizetéssel járulunk hozzá a gyógyszerkasszához, és a mi érdekünk is az, hogy ez a pénz úgy legyen allokálva, hogy abból sikeres terápiák szülessenek. Ugyanakkor a másik oldalról azért is alapvető érdekünk, hogy ezek a betegek gyógyuljanak, mert hosszú távon a mi legnagyobb értékünk a jó hírnevünk, a sikeres gyógyszereink, és hogyha nem tudjuk hozni azokat az eredményeket, amiket a korábbi klinikai vizsgálatokban megígértünk, akkor nyilvánvalóan az egész iparágnak a jó hírnevén esik csorba. Arról nem is beszélve, hogy egyre több olyan finanszírozói modell épül ki,
nem csak Nyugat-Európában, Amerikában, de Magyarországon is, amely megköveteli azt, hogy a terápiáink sikeresek legyenek, hogy a terápiáink valódi egészségnyereséget hozzanak. Ezek az úgynevezett risk sharing agreementek, vagy eredmény alapú finanszírozások arról szólnak, hogy csak akkor fizetik ki az adott gyógyszert, hogyha azok valóban egészségnyereséggel járnak. Hogy jön ide a digitális egészségügy? Olyan csatornákat kell nekünk is gyógyszeriparnak felhasználnunk, amelyek segítenek abban, hogy valóban gyógyuljanak ezek a betegek. Tehát ma már egy olyan gyógyszeripari modell van kialakulóban, ami túlmutat magán a gyógyszeren, és nekünk érdekünk az, hogy minél több olyan csatornát használjunk ki, amelyek hozzásegítik a betegeket ehhez a gyógyuláshoz az előbb elmondott indokrendszer alapján. Mert ma már nem a tabletta magában, hanem a gyógyulás az érték, és a gyógyulást fogja mérni minden egészségügyi rendszer és minden finanszírozó, és az adott gyógyszercégeket is, adott terápiákat is az alapján fogják meghatározni, hogy milyen gyógyulást adott. Ehhez a digitális csatornák nagyon jó felületet adhatnak, bár a gyógyszeripar kommunikációs csatornái nagyon korlátozottak, tehát mi nem beszélhetünk közvetlenül a betegekkel, de ugyanakkor egy harmadik félen keresztül digitális csatornák segítségével rendkívül jól hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy mégis ezek a betegek extra szolgáltatásokat, extra segítséget kapjanak a gyógyszeren túl. Ugyanakkor abban is segít nekünk ez a digitális csatorna, hogy ezt személyre szabottan tehessük meg. Teljesen különböző a betegeknek a motiváló ereje, teljesen más az az ok, ami miatt ő vissza fog térni a terápiához, vagy rajta marad azon a terápián. Van, aki tényleg csak elfoglalt és személyre szabott emlékeztetőkre vágyik, vagy személyre szabott emlékeztetőkre van szüksége. Van, aki tényleg hosszasan edukálni kell. Ezerféle olyan motivációs erő van, ami előre vihet egy-egy beteget, de mindenki egy kicsit más megoldásra vágyik, mindenki egy kicsit más megoldást igényel. Ebben a gyógyszeripar tud segíteni abban, hogy elég komplex és részletes képünk van egy-egy betegútról, a beavatkozási pontokról, hol milyen kételyek merülhetnek fel egy-egy betegben, és a beteg szegmentumokról is, hogy milyen beteg típusok merülhetnek fel ebben az adott betegségkörben, és hogyan tudjuk őket motiválni. Egy digitális csatornán széles betegköröket érhetünk el, és személyre szabott megoldásokat adhatunk. Egy jó példa miokardiális infarktus utáni rehabilitáció, ami az egyik legnagyobb probléma, főként Magyarországon. Hiába tudunk megmenteni egy jó akut ellátással nagyon sok embert, ha utána ugyanúgy folytatják tovább ezt az életvitelt, és nagyon magas az infarktus utáni hosszú távú halálozás. Ugyanakkor vannak olyan megoldások, az AstraZeneca és a Vida cég közös kezdeményezése, az applikáció, amely abban segít, hogy egy infarktus után a betegek egy személyes coachot kapnak, aki segít nekik abban, és motiválja őket abban, hogy hogyan kell életmódot váltani, testsúlyt leadni, egészségesen étkezni, és egyáltalán úgy élni, hogy az ő életminőségük javuljon, és a rizikófaktoraik csökkenjenek. Egy másik pulmonológiai példa, az asztmások esetében nagyon fontos, hogy kövessék azt, hogy hogyan alakul az ő terápiájuk, hogyan vannak akut epizódjaik, milyen lesz például az idő és a légkör a következő egy-két hétben, mire készüljenek föl. Ebben segít nekik egy olyan webes platform és alkalmazás, ez a MyAsthma platform, amelyen tudják naplózni a betegségüket, hiteles információkhoz jutni, és a saját önmenedzselési képességüket jelentősen javítani és kapcsolatba állni az orvossal. Nem véletlen, hogy ma is már több nagy IT cég adott itt elő, gondolok itt például a Microsoftra vagy a HP-ra. Egyre több olyan együttállás van, ahol nagy gyógyszercégek és nagy IT cégek szinergiái hihetetlen dolgokra képesek. Egyik példa a diabétezben a Sanofi és a Google, akik azért álltak össze, hogy kettejük tudását összetéve reformálják meg a diabéteszesek életét, és különböző nanotechnológiákkal, digitális megoldásokkal, szenzortechnológiákkal segítsék az ő mindennapi életüket. Nagyon nagy probléma a diabéteszesek életében az állandó önkontroll, az állandó szúrás. Minden irány abba mutat, hogy végre olyan megoldások szülessenek, ahol non-invazív módon lehet vércukorszintet mérni. Szintén a Google, illetve a Novartis állt össze annak érdekében, hogy egy olyan kontaktlencsét fejlesztenek ki, amely a könny cukorszintből
tud következtetni és mérni vércukorszintet. 2016-ban indulnak el a humán fázis vizsgálatok ezzel az eszközzel. Egy másik példa, ez is egy magyar cég fejlesztése vakoknak és gyengénlátóknak, egy olyan alkalmazás, amely mindennapokban segítheti őket, például ruhaválasztásnál, vagy itt épp egy virágválasztásos példa van, ha ráirányítjuk a kamerát, akkor elmondja, hogy ez milyen szín, milyen árnyalat, felismeri a pénzt és felolvassa, van benne egy nagyító gyengénlátóknak, felolvassa és így fel tudjuk hívni a kontaktjainkat. Tehát ezek olyan dolgok, amik a mindennapokban tudják segíteni őket. Itt ez nem is feltétlen kapcsolódik semmilyen konkrét terápiához, de mégis növelheti a betegeknek a mindennapjainak életét, és javíthatja az ő életminőségüket. További magyar példák, például gyulladásos bélbetegségekben nagyon fontos az önnaplózás, a helyes terápiának a betartása, és azt, hogy lássuk, hogy merre felé halad a betegségünk. Ez a Ferringnek egy megoldása, az IBD napló, vagy reumás betegségekben, reumatoid artritisben például az, hogy lássuk, hogy alakulnak az ízületi panaszaink, vagy megtanítja őket, a betegeket gyógytornázni, az alkalmazás, az EBV-nek egy alkalmazása, vagy a ROS példája onkológiában a Breast Partner, ami pedig egy kifejezetten edukációs app arra, hogy ezek a hölgyek megtanulják az emlőtumornak a különböző stádiumait, kezelési módjait, illetve kiemelten azt, hogy Magyarországon miből áll egy onkotím, és hogyan döntenek egy-egy terápiás megoldásról. Ezek mind szigetszerű alkalmazások, egyre több ilyen alkalmazás, illetve megoldás lesz, különböző platformok, számtalan eszköz, szenzor fogja segíteni a betegek életét, és egyre jobb megoldásokkal fogunk találkozni. A gyógyszeripar, az innovatív gyógyszeripar abszolút nyitott ezekre a megoldásokra. Nekünk nagyon fontos az, hogy a terápia mellett, a konkrét gyógyszeres terápia mellett tudjuk támogatni a betegeket, és tényleg el tudjuk érni azt a maximális gyógyuló hatást, amit az okos gyógyszer, vagy az innovatív gyógyszer, és egy okos alkalmazás, egy okos platform, egy okos eszköz tud adni. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy ezek az alkalmazások, ezek az okos megoldások végül majd összeérjenek, és ebben is nagyon izgalmas az egységes szolgáltatási tér, ami reméljük, hogy tényleg megvalósul Magyarországon is, hogy legyen egy olyan platform, amihez a beteg is, az orvos is hozzáfér, ugyanazt látják, és erre tudnak majd ráépülni, rácsatlakozni olyan megoldások, amelyek segíthetik a betegek életét. Ebben nyilván mi is, hogyha van olyan lehetőség, akkor partnerek tudunk lenni, és nyitottak vagyunk az ilyen megoldásokra, mert tényleg hiszünk abban, hogy az okos gyógyszerek mellett az okos egészségügy az, ami új esélyeket adhat a betegeknek. Köszönöm szépen!